Az ukrán-magyar határszakaszon 6898 ember lépett be csütörtökön Magyarországra, a román-magyar határon belépők közül pedig 7287-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte az országos rendőrfőkapitányság pénteken. A beléptetettek közül a rendőrség 386 embernek állított ki idéglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. A vonattal 175-en érkeztek az ukrajnából, ukrajnai háború elől menekülve Budapestre, tudatta az ORFK. A budapesti rendőrfőkapitányság azt közölte a polisz.hu oldalon, hogy a készenléti rendőrséggel együtt segítik az ukrajnából vonattal érkező menekülteket. A feladatokban támogatást nyújt a Budapesti Polgárőrszövetség is.